Itt röviden egy kis bemutatkozás, amit én át is ugrok. A karmám az antivírusokkal összefűzött már régóta, és akkor, hát hogy nagyjából miről lesz szó, honnan indultunk, kik a szereplői a számítógépes környezetnek, illetve hát megpróbáljuk eldönteni, hogy ki mivel járult ahhoz hozzá, hogy itt ezek a fertőzések hosszú ideig velünk legyenek, aztán a végén megpróbálunk valamilyen tanulságot levonni mindebből. A felkészülés az nehéz volt, de a nehézséget nem az okozta, hogy az ember elegendő számú incidenst össze tudjon gyűjteni, hanem igazából a nehézség az volt, hogy a terjedelmi korlátok miatt mit tud az ember besűríteni egy ilyen rövid időbe. És akkor kezdjünk is bele. Egy idézettel, a warm-up idézet az ugye úgy szól a Gulág Sziget csoport című könyvből. Ki a múltat háborgatja, folyjon ki a fél szeme, viszont ki a múltat elfelejti, annak mind a kettő. Hát most egy kicsit nézzünk mi is a múltba, hát ha lesz tanulsága. Az antivírus történelmet szokás 1986-tól számolni. Ugye ebbe az évben jelent meg ez a bizonyos Brain nevű pakisztáni vírus. Ők ugye egy testvérpár voltak, akik a orvosi floppy lemezüket próbálták ezzel a módszerrel védeni. Ugye itt jól látszik, hogy a nevüket, címüket, telefonszámukat is elhelyezték a kódba, ami azért hát unikumnak számít, így visszatekintve. Ha esetleg valakinek nem volt meg a 25. évfordulón, Mikko Hipponen ellátogatott Pakisztánba, és fölkereste őket, még ugyanott laktak, és hát elbeszélgettek egy kicsit arról, hogy hát milyen lavinaszerű eseményeket indított el mindez. Zárójel bezárva. Itt a régi időkbe visszatekintünk, ugye itt csak 3 évvel vagyunk később. Ugye itt a VirusScan verziójának a dokumentációban azt látjuk, hogy azt írja, hogy mind a 19 fő vírus csoport vagy család ott felismeri, és azoknak a variánsait, tehát itt azért lényegesen kevesebb kártevőről beszélhettünk. Itt volt szerencsém a legelső cikkembe a Cascade 1701-ről írni először, ugye ennek még magyar beceneve is volt, ez volt a potyogós, és hát én akkor jártam programozói iskolába, és hát tudott az ott elég kalamajkát okozni, mikor leestek a betűk az alsó sorba. 95-nél járunk, és hát itt ugye azt írja a VirusScan List, hogy összesen 240 vírus van. Ugye, hogyha azt összevetjük az évelei, 2014 évelei AV-tesztorgos számadattal, ahol ugye már akkor 200 milliónál nagyobb egyedi vírusmintát tartottak nyilván, hát akkor ezek kellemes hősi idők voltak. Ugye ekkoriban DOS-ba, Windows 3.11-be, vagy ugye már itt megjelent a Windows 95, dolgoztunk, akkor betárcsázós modemmel mentünk a BBS-ekre, a Bulletin Board Systemekre, például ugye ez a Virnet BBS az egyik legjobb volt, és akkor egy-két havonta ellenőriztik azt, hogy egyáltalán jelente meg új változat a víruskeresőből, és hogyha igen, akkor letöltöttük. Egyébként megint zárójel kinyitva, ha valakit ugye érdekelnek ezek a régi programok, a Szlovák Antivírus Centernek az egész archívuma kín van a neten, és akkor lehet ilyen régi retro programokat böngészni. Akkor jöjjenek a szereplők. Itt egy dolgot akarok csak kiemelni, hogy a kezdetén itt mind a 4 kis szereplő egy GRU ikonnal volt szimbolizálva, és aztán amikor úgy többször is végigolvastam az előadást, akkor valahogy az a benyomásom támadt, hogy hát ezek a szoftverfejlesztők, meg operációs rendszerfejlesztők, ezek egy kicsit, értem én, de pont-pont-pont módon álltak sok esetben a kérdéshez, és ezért ők itt kilettek cserélve. Akkor kezdjük is az, tehát a fő stream, amin végigmegyünk, ki mivel járult hozzá ahhoz, hogy egy incidens jó sokáig fertőzhessen, velünk legyen, ki követte el a legnagyobb bakit. Itt az első csoport, akiket ugye vizsgálunk, az antivírus ipar szereplői.
Itt 1994-et írunk, volt szerencsém egy 400 gépes nagyvállalatnál a hálózati vírusfelelősnek lennem, amikor is ugye még ilyen DOSZ parancsorba vizsgáltuk a gépeket, hogy vírusosak vagy nem, és akkor egyszer csak történt egy váratlan, alapértelmezett beállítás, változtatás, amikor a McAfee úgy gondolta ebbe a verzióba, hogy ő csak a gyakori, vagy szerintük gyakori, vagy szerintük az USA-ba gyakori vírusokat fogja keresni. Hát itt ugye már az is vitára adhat okot, hogyha az egyik államban gyakori egy vírus, akkor egy másik amerikai államban, de hát egy másik országban meg pláne. Hát ez nem volt egy túl szerencsés ötlet, és ugye hozzátartozik, hogy ebbe az időbe se volt az emberek kedvenc szabadidős tevékenysége a readmik, fakkok és díkok olvasgatása, tehát ezt igazából véletlenül lehetett csak észrevenni. Igaz, hogy fölbírálhattuk ezzel a PRM opcióval, hogy nézzen minden vírus, de hát azért ez egy szerencsétlen akció volt, amire szerencsére ők is rájöttek, és egy hónap múlva aztán a következő változatba ezt kiszedték és elfelejtették. Hát a következő történet ebbe a csoportba, az ég kék, a fű zöld és a másolók másolnak. Ugye ez az időszak azért már nem volt annyira kedvező a számok tekintetében. Itt ugye kikerestem, hogy körülbelül 50 ezer vírus minta keletkezett a laborokba naponta, és hát Kaspersky mesternek támadt egy szörnyű gyanúja, hogy ezeket a vírus felismeréseket esetleg ott a vírustotál rendszerébe megdézsmálják, és ezért hát elhatározta, hogy Harun al-Rashid, vagy Mátyás király, vagy valamilyen furmányos módon meggyőződik erről a dologról, és hát fogott egy ilyen Hello World típusú mintaprogramot, aztán ugye, amit lefordított a kis compilerével, és hát ezekből 10 különböző változatot föltöltött a vírustotál rendszerébe, és ők a saját adatbázisukba elkészítettek hozzá egy kamu felismerést, és akkor megszületett a Zlob BMW Y, Bézub HRS, Kilvin Esse és társai, és aztán ugye a vadász ül hosszú mél a lesbe, várta, hogy mi fog történni, nem is csalódott, nem várt hiába, mert egy 10 nap után aztán 12-14, vagy hát egy tucatnyi antivírus gyártó észlelte ezeket az életveszélyes kártevőket, de hát ami miatt ők ugye bekerültek ebbe a válogatásba, az igazából az, hogy 9 közülük hajszál pontosan azzal a névvel ismerte föl ezeket a fájlokat, ezeket a csali fájlokat, és hát akkor ezután következett egy sajtókonferencia Moszkvába azzal a címmel, hogy hogyan lelopjuk el fele barátunk vagy versenytársunk vírus felismerését. A szakmai szervezetek azok kicsit prüszköltek, illetve kritizálták ezt a megoldást, de igazából én logikusnak tartom, hogy ugye mindenki a saját munkájával lépjen előre, és ne pedig a versenytársaitól lopjon el eredményeket. Maradunk akkor az antivírus iparágnál. Itt 2009-ben történt egy tesztje az NSS labnak, aki antivírusokat tesztelt, és hát itt volt egy pár elég furcsa körülmény, ugye már azt is esetleg furcsálhatjuk, hogy semmilyen kapcsolatot nem tartottak fönn az antivírus fejlesztőkkel, tehát hogyha például volt valamilyen technikai hiba, vagy telepítési gond, akkor ugye nem tudtak egymással egyeztetni, vagy nem tudtak egymással kapcsolatba kerülni, de ezt akár ilyen vonal alatti ingernek is minősíthetjük. De furcsa volt az, hogy ugye nem volt megismerhető egyáltalán a tesztelésnek a menete. Ugye, hogyha például azt nézzük, hogy a AMTSO irányelvek mentén dolgozó víruslaborok, tehát mondjuk a vírusbaletin, az AV-testorg, az AV-komparatívsz, ugye megismerhetővé tették és jól dokumentáltá tették a metodológiájukat, hát itt ilyen nem volt, illetve tovább fokozva itt a furcsaságokat, ugye amit ők eredményként és konklúzióként kihoztak, az igazából nem alapult a tesztek eredményein, illetve a tesztnek a részletes eredményeit ugye alkalmanként, gyártonként 2000 dollárért akarták ők ugye csak odaadni az antivírus fejlesztőknek, de hát aztán ami még hajmeresztőbb, az az unortodox megoldás, hogy ha viszont valaki hajlandó volt 5000 dollárt fizetni, akkor bele is szólhatott, hogy hogy történjen ez a tesztelés. Hát ennek hatására aztán az AMTSO kizárta őket a szervezetből. Itt vastag betűvel igyekeztem ideírni, hogy hát ez végül is egy egyszeri
incidens vagy egyszeri eset volt, azóta nagyon sok értékes és érdekes tesztet ők végrehajtottak, de végül is egy tanulságos esemény. Ezt a képet pedig az AMTSO jegyzőkönyvéből ólóztam ki, ugye itt látszik, hogy pontosan ezek a pirosas területek voltak azok, amiket ők kritizáltak, illetve nem tartottak jogosnak. Át is értünk akkor a második csoportra, ugye a felhasználókra, megint csak ugye az a fő kérdés, hogy ők mivel járultak ahhoz hozzá, hogy ezek az incidensek, fertőzések megtörténhessenek, vagy tovább tartsanak. Ugye itt 2003-ban ez egy elég emlékezetes esemény volt, ez az SQL Slammer, ugye ez egy Flashborn-nak nevezett gyors lefolyású világjárvány volt. Itt tulajdonképpen, ugye, mivel nem történt a szó fizikai értelmében file fertőzés, hanem ugye a hálózaton közlekedett és ugye a memóriába futott, az akkori antivírusoknak tulajdonképpen esélyese volt ennek gátat szabni, és hát mondjuk igaz, hogy a 2002-ben erre megjelent már a javító folt meg a patch, de hát ezt egy csomó helyen ugye nem futtatták le, és hát így megtörténhetett ez a világméretű fertőzés, és akkor úgy mindenkinek ez a aha élmény megjelent a fejébe, hogy hát tulajdonképpen a frissítések elmaradása az okozhat ilyen jellegű fertőzéseket és incidenseket. Itt a kis képen ugye a csomagvesztési diagramot láthatjuk, és aztán később, amikor a vizsgálatokat utólag is lezárták, akkor kiderült, hogy a megfertőzött számítógépeknek a 90%-a már az első 10 percbe elesett. És még itt megint akkor egy zárójeles megjegyzés, hogy hát körülbelül 2000-re tehető az, 2000-2001, amikor elkezdték számszerűsíteni az egyes vírusfertőzések és incidensek mellett, hogy körülbelül mekkora kárt okozhatott. Hát természetesen ugye a frissítések, meg a frissítések elmaradása az nem csak a szervereken, hanem a munkaállomásokon is fontos volt. Hát ha valaki ekkoriban mondjuk nagyvállalatnál dolgozott, és találkozott mondjuk a Blasterrel, ahol határidős munkákat kellett végezni, akkor azért biztos emlékezetes lehet neki ez az időszak. De itt van például ez a Konficker féreg is, ami ugye 2007-ben jelentkezett, 2008-ban már megjelent hozzá a javítás, és ennek ellenére azt láthatjuk sajnos szomorú módon, hogy 2014-ben is ezeken a havi top 10-es vírus listákon helyezett, nem is csak tizedik, hanem ugye akárhányadik, ahelyett, hogy nyomtalanul eltűnt volna. Itt ez a pici kis ábra, ez a Konficker tesztábra, mert ugye volt egy olyan mellékhatás is, hogy ugye a helyi host fájlokat módosította, hogy blokkolja vele az antivírus oldalakat, és hogyha itt valamelyik ikon nem jelent meg, akkor ugye lehetett gyanakodni, hogy ott a Konficker. És akkor megint csak azon, hogy ki mivel járulhat hozzá, hogy incidensek vagy fertőzések történjenek, hát a biztonságtudatos hozzáállással vagy annak hiányával is lehet azért az incidensekbe belegyalogolni. Itt csak két pici példa, az egyik ugye a Szerepelin republikánus szenátor, akinek ugye föltörték a postafiókját és a képeket, többek közt ezt is, meg a levelezését kitették a netre, ami ugye roppant kellemetlen, de hát ugye nem egy űrtechnológiai vírus, vagy NASA szintű hekkelés történt itt, hanem igazából egy primitív trükkel, tehát a jelszó emlékeztető kérdést kért valaki, és hát ugye ő ezeket olyan adattal védte, amik simán kigooglizhatók voltak, vagy a közösségi oldaláról, vagy az interjúiból ki volt nézhető, melyik iskolába ismerkedett, vagy hol ismerkedett meg a férjével, és hát ebből ugye az lehet egy tanulság, hogy a titkainkat sose publikusan elérhető információkkal védjük. Itt egy kicsit a jelszókérdéshez tartozik még a Twitter feltörés idézőjelbe, amikor is ugye az egyik ilyen magas szintű Twitter adminisztrátornak ugye ez a szuperbiztonságos happiness volt a jelszava, amit ugye amikor egy támadó meg tudott szerezni, akkor több különböző fiókba tudott hamis üzeneteket megjelentetni, ugye Obama, Fox News és egyéb válogatott celebek fiókjához fért hozzá, és ugye itt még a jelszavaknál említsük meg, hogy ugye úgy is kapcsolódik ez a biztonság meg a fertőzések elkerülésének a témájához, hogy a Konficker féregnek is van egy olyan
támadási vektora, hogy van benne egy fix szótár, amivel ő megpróbál ilyen brute force támadást végrehajtani az adott gépen, és hogyha valakinek ilyen ABC, 1, 2, 3, password vagy egyéb kitalálhatatlan jelszava van, akkor nyilván sikerrel is jár. Itt már is a rossz fiúknál, vírusíróknál tartunk. 2008-ban volt ez a váltságdíj szedő kártevő, ami ugye hát elég erős titkosítással elkódolta az állományainkat, és itt tulajdonképpen az történt, hogy az antivírus gyártók azok összedugták a fejüket, és egy felhívással éltek, hogy hát történjen valami, próbáljuk meg közösen megoldani ezt a helyzetet, ami végül is sikerrel is járt, mert hogy megtaláltak benne egy olyan jellegű hibát, hogy amikor elkódolásra kerültek ezek az állományok, akkor nem volt felülírás, nem volt wipe-olás, hanem csak egy sima delete függvénnyel történt az eredeti állományoknak a letörlése, ami ugye magyarul azt jelenti, hogy egy kutya közönséges undelete programmal, hogyha nem történt jelentős írási művelet a lemezen, akkor ugye helyre lehetett állítani az állományokat. És akkor a tovább lépés is azért érdekes, tehát nyilván a vírusírók meg a sötét oldal is olvassa a security blogokat és híreket, ugye akkor itt megjelentették, hogy hurrá, fogást találtunk a GP kódon, és akkor megoldottuk a problémát, és akkor utána, amikor jött a következő változat, akkor viszont abban megoldották ezt a törlést másképpen, és akkor már nem lehetett ilyen könnyen visszanyerni az állományokat. Itt a vírusíróknak az oldalán is azért látunk időnként ilyen hanvába holt vagy eszement ötleteket. Ugye, ha bitcoin bányászásra gondolunk, akkor tavaly a Hippon ennek az előadásában lehetett hallani vagy olvasni, hogy például egy 2 milliós botnet hálózatba ez az 1,7 millió dolláros havi jövedelmet lehet bitcoin bányászásból realizálni. Azért a 416 millió forint havi fizetés az nem hangzik rosszul, és hát nyilván motiváló lehet, hogy valaki hasonló terveket szövegessen, de hát nagy kérdés az, hogy egy ilyen sokkal gyengébb erőforrású androidos rendszerben van-e ennek egyáltalán értelme. Itt én megelőlegeztem a zárójában a választ, hogy nincsen. Ugye különböző technikai problémákba belefutott a készítő, nagyon melegedett az akkumulátor, gyorsan lemerült az akkumulátor, és akkor ahelyett, hogy elgondolkodott volna, hogy hát érdemes-e egyáltalán ezzel foglalkozni, akkor beleírta, hogy ugye minden 5 másodpercben nézze meg az akuk szintet, csak akkor fusson ez a funkció, hogyha legalább 50%-ig föl van töltve az akkumulátor, és csatlakoztatva van a töltőhöz, és le van kapcsolva a képernyő. Mindegy, lényeg a lényeg, ez nem volt egy jó ötlet, furmányos, meg jár a hangszóró, de nem igazán volt egy eredményes támadás, és biztosra vehetjük, hogy nem ennek a bitcoin bányászásnak az eredményéből vette meg az illető a Ferrariát. Itt két példa csak arra, hogy milyen alkalmazásban volt ez a bizonyos trórajai elrejtve, és hát ugye itt jól látszik, hogy a Google Play webáruházba voltak fönn ezek az alkalmazások, tehát ugye a biztonságosabbnak mondott hivatalos webáruházba lehetett találni, de hát nyilván a Bonszer bácsi az a alkalmi szúrópróbaszerű vizsgálatával nem tudja ennek a biztonságát teljes egészébe lefedni. A vírusírók csoportjának a következő incidenséről fogunk most beszélni. Ez kicsit olyan, mint hogyha összemixeltük volna az első esetet meg a másodikat, ugye a váltságdíjkérő meg az androidos, és akkor ez egy androidos váltságdíjkérő kártevő. Nem is volt olyan régen, mert 2014 júniusban ugye beolvasta az SD kártyát, megkereste a dokumentumokat, és akkor azokat egy elég erős kódolással eltitkosította. Voltak aztán mindenféle érdekességei azért ennek a kártevőnek, tehát ugye a Tor doménen volt bejegyezve a CNC szerver, meg orosz nyelven ukrán hrivnyába kérte a váltságdíjat, tehát voltak itt ilyen vicces dolgok, de hát amiatt
került be itt a válogatásba, és van a sok facepalm, hogy igazából szerencsére nem sikerült tökéletesre ez a bizonyos elkódolás, mert itt egy fix konstansba eltárolta ezt a jelszót, és amikor ezt egy biztonsági szakértő megtalálta, visszafejtette, akkor ugye elkészítette a visszaállító kis programocskáját, amivel ugye tulajdonképpen fizetés, meg adatvesztés nélkül újra hozzá lehetett jutni az állományainkhoz. Ez később aztán az antivírusgyártók is megjelentettek ilyen kis eszközöket, és akkor még az utóéletéről itt egy fél mondat, hogy egy hónap múlva aztán júliusban kijött ez a SimPlocker 2, és hát nem ezt a hibát javították ki benne, hogy ott a jelszó, hanem olyan irányba fejlesztették tovább, hogyha valaki esetleg mentést csinál a telefonján, és akkor az ott keletkezik egy tömörített zip, 7 zip, RAR vagy egyéb állomány, akkor ugye ezt is elkódolta. Hát azért magunkhoz szólva, aki mentést csinál, és nem egy másik adathordozóra másolja át, akkor az egy hibának minősíthető, majd talán a 3.0-ba lehet, hogy ezt a konstans dolgot is javítják. És akkor megérkeztünk a legnagyobb csoporthoz, amiből a legtöbb példát hoztam. Ezek ugye az alkalmazás és operációs rendszer fejlesztői. Itt a makrovírusoknál tulajdonképpen ugyanez volt a helyzet. Tehát aki nagyvállalatnál dolgozott, és akkor ott belefutott a határidős munkák közepette ezekbe az adatvesztésekbe, ez roppant zavaró és bosszantó volt. Ugye az első makrovírus az 95-ben jelent meg, és ha itt most megnézzük, ugye megint csak annak a gondolatnak a menetén, hogy ugye ki mivel járult hozzá, cselekedettel vagy mulasztással, hogy ugye ezek a fertőzések jó hosszú ideig fennálljanak, akkor ugye azt látjuk, hogy mielőtt ez a bizonyos frissítés 2000-ben megjelent volna, hogy automatikusan ne fussanak le a makrók, csak mindenféle workarounds-okat lehetett használni. Tehát minden egyes dokumentum megnyitásakor nyomva tartottam a shiftet, és akkor nem futott le, illetve hát az akkori antivírusoknak ilyen külön modulja volt, ami ugye a makrok elleni védelemhez külön be kellett tölteni az Office-ba vagy a Word-be, tehát azért nem volt ez még annyira hatékony. Nagyon sok ilyen vírus keletkezett, és mégis eltelt 6 év, amíg ez nyitva volt. Ugye én még arra is emlékszem, hogy a különböző vírusírtóknak a vezetői azok próbáltak lobbizni ennek érdekében, hogy ez ne legyen alapértelmezetten, ne fusson. Aztán tovább tetézte még, ugye a hozzáállásról beszélünk, tovább tetézte a dolgot az, hogy a Microsoft nem működött együtt, és nem segített az antivírus gyártókkal, és emiatt aztán végül is tulajdonképpen mindegyik saját maga debugolta, és fejtette vissza az Office állományoknak a file szerkezetét, ugye a fejléc struktúrát, és hát ez se volt egy ilyen barátságos hozzáállás. Azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy makrovírust készíteni vagy összetákolni, az azért nem volt egy akkora bonyolult tevékenység, és aztán később meg is jelentek ezek a Next Finish típusú worm generátor kitek, és akkor ezzel aztán tényleg ontani lehetett az ilyen típusú kártevőket. Itt 3 szlájdon is a makrovírusokkal fogunk foglalkozni. Ugye ez a 97-ben járunk már, tehát 2 évvel később. Itt a Microsoft is úgy látta, hogy hát kellene valamit tenni a makrovírusok ellen, és akkor a 97-es csomagba ő bevezette azt, hogy a kártékony makrók elleni védelmet beleteszi, de hát ugye limitált volt az ő készlete, hogy milyen vírusokat ismert fel. Nyilván nem tudta lefedni az egészet, de hát ami mondjuk még rosszabb, hogy és akkoriban még sokkal lassabban jelentek meg a különböző verziók, tehát ott például egy teljesen életszerű az, amikor egy béta verziójú programmal dolgozik egy nagyvállalat, mert csak fél év múlva jelenik meg az igazi. A béta verzióból még ez a kis részleges makrok elleni védelem is teljességgel kimaradt, csak a végső változatba került be. Tehát aki ezt használta, annak semmilyen védelme nem volt. És akkor jöjjön ez a baklövés, ami végül is itt az egész slide-nak ez a leglényegesebb pontja. Ugye 97-től az is változás volt, hogy a korábbi makrók azok Word Basic-be
készültek, és ettől az időszaktól kezdve aztán a Visual Basic for Applications-be készültek a makrók. Na de mi a helyzet azokkal a dokumentumokkal, amiket régebben készítettük, és akkor most beolvassuk őket az Office 97-be. Hát ezek automatikusan konvertálásra kerültek, és hát tulajdonképpen innentől kezdve az összes többi makrovírus alverzió az már amiatt keletkezett, hogy ez az automatikus konvertálás a különböző nyelvi változatoknak megfelelően újabb és újabb alváltozatokat hoztak létre, és hát ettől a lépéstől hát iszonyatosan brutálisan megemelkedett a makrovírusoknak a száma. Akit ez részletesebben érdekel, az megtalálja a Veszelin Boncsevnek egy vírusbalettinos előadásába, utána tud olvasni. És akkor itt lezárásként még a makrovírusokról egy pár szó. 2014-ben azt észlelte az egyik vírus védelmi cég, hogy megnövekedett, visszatértek ezek a kártékony makrók. Ugye itt különböző csali, spamek mellékleteibe, ugye számlának álcázva, csomagküldőszolgálat, bírósági idézés, stb. És ott még ugye a social engineering trükk is ott van, hogy létszi, a megfelelő megjelenés érdekében engedélyezd a makróknak a futását. Mindenesetre az látszik, hogy június és július között ugye 6%-ról 28%-ra emelkedett ezeknek a makrovírusoknak a száma, ami azért hát nyilván nem hibahatár, hogy aztán ez egy egyszeri pík, vagy majd lesz emelkedés, azt majd a későbbi adatok birtokába meglátjuk. Akkor folytatjuk ugye azt a sort, hogy ki mivel járult hozzá, hogy bizonyos fertőzések jó sok ideig velünk legyenek. Itt ez a kakvorm, ez egy elég emlékezetes dolog volt 1999-ből. Itt ugye nem arról van szó, hogy a user óvatlan vagy alulképzett, és akkor rákattint olyasmire, amire nem kellene, hanem igazából az Outlook Express nevű szuperbiztonságos levelező, amit ugye a maga idejében vírustanyának vagy vírusmágnesnek is tituláltak, egy olyan tulajdonsággal rendelkezett, hogyha ez a gyors betekintő nézet aktív volt, akkor végrehajtotta saját magától, beavatkozás nélkül is lefuttatta a JavaScripteket, és akkor ezek a fertőzések így le tudtak futni. Megnézzük, az XPSP 2-be lett ez kijavítva, 6 évig nyitva volt. Hát lassan ugye azt is gondolhatjuk, hogy ez a 6 év, ez valamilyen szabvány, amit sokszorosan követni kell. Jöjjenek akkor az admin jogosultságok, ugye 2001-ben az volt, hogy minden admin joggal futott, és akkor, hogyha például a levelezőbe kaptunk valamilyen kártékony állományt, és mondjuk rákattintottunk a mellékletre, akkor az egész rendszer szét tudta dúlni, mert ugye minden admin jogosultsággal futott. Megint csak ugye, aki ebben az időben nagyvállalatnál dolgozott, az próbált valamilyen megoldást, workaround-ot erre alkalmazni. Mi ezt a Drop My Rights utility-t használtuk annak idején, amivel ugye lehetett korlátozni ezeket a jogosultságokat. És hogyha itt mondjuk ki akarnánk vonni azt, hogy mondjuk az XP szemszögéből mikor oldódott meg ez a dolog, akkor nincs mit kivonni, mert az XP-be ezt nem is javították ki, hanem aztán később ugye a Vista-nál 2007-ben bevezették ezt a User Access Control-t, amivel már ugye ezt lehetett valamennyire kezelni, de ha nagyon ki akarunk vonni, akkor megint itt látjuk a 6 évet. Itt esetleg még érdemes megint egy ilyen zárójeles megjegyzést tenni, hogyha körülbelül itt a 2000-es évek vége felé a Microsoft sokak szerint ugye kihagyott egy nagy zicsert, hogyha itt mindenféle szuper sikeres Vista-k, meg eltüntetett startmenők, meg idióta csempék helyett mondjuk az XP 64 bites verziójának a gatyábarázását választotta volna, akkor nagyon sok felhasználót meg tudott volna tartani a mai napig, mert ugye itt áprilisben lejárt az XP támogatása, de ha megnézzük a tortaszeletet, hogy hányan használnak XP-t, akkor azért az még egy óriási és védelem nélküli csoport, sajnos, zárójelbe zárva. Hát ez a kedvencem a lehetségesek között, tehát ennél idiótább beállításra nehezen tudnék kitalálni másik példát. Ugye alapból az ismert fájltípusok rejtésre kerülnek. Itt, hogyha visszanézünk a dátumokba, ugye 2000-ben a Love Letter, vagy 2001-ben az Anna Kurnikova, ugye a többszörös fájkiterjesztések miatt lehetett a felhasználók, hogy rákattintsanak. Egy evidencia.
vonjuk le megint a két dátum közti különbséget, nincs mit levonni. Most 2014-ben a Windows 8 alatt is ugyanígy rejtve vannak ezek az alapértelmezettek. Hogyha korrektek akarunk lenni, akkor azt azért meg lehet jegyezni, hogyha mondjuk az ember egy Windows telepít, vagy vesz egy új gépet, és akkor elolvassa, hogy mi az a 10 legfontosabb dolog, amit egy új gépnél végezzünk el. Azért ezekben a readme-kben benne van, hogy akkor ezt is érdemes visszaengedélyezni, és hát a legolsó sor is érdekes valamennyire, ugye, hogy a Macintoson is rejtésre kerülnek ezek a dolgok, tehát én a Graham Gluly-tól olvastam egy útmutatót, hogy hát a Macintoson is ugye ezt a násztáncot, ezt a kört meg kell futni. Az Autorun esete is tulajdonképpen ugye hozzájárul ahhoz, hogy ezek a fertőzések nagyon sok ideig velünk legyenek. Ugye 2007 júniusában jelent meg az első Autorun vírus, ugye ezek ilyen hordozható eszközökön terjedtek, és az a frissítés, ami aztán több akkori Windows változatra is alapból kikapcsolta az Autorunnak a futását, az csak 2011. februárban jelent meg. Na, ez már csak 5 év, itt óriási haladás történt, és itt mondjuk ezt a kis idézetet is ide választottam, hogyha ugye a Microsoft csak fele annyi energiát ölt volna az Autorun elleni védekezésre, mint amennyit a Windows eredetiség vizsgálatra tett volna, akkor szebb lett volna a világ. Ezt Randy Abrams mondta, aki megint csak zárójelbe a tudásával a NSS Lab csapatát erősíti. Ugye nekik a hivatkozási alapuk az volt, hogy sérült volna a felhasználói élmény, ehelyett viszont 5 évig meg jöttek a fertőzések, hát lehet választani, hogy melyik volt a jobb, és akkor ugye még itt bele se kalkuláltuk azt, hogy hát sokan különböző okokból, lustaság, nem legális Windows kópia, le se futtatták ezt a bizonyos 2011-est, tehát nyilván egy csomó olyan rendszer van, amin még ez az Autorun mindig aktív, illetve hát a vírus havi toplistákra visszautalva sokszor találkozni még most 2014-ben is, hogy az Autorun is a Conficker féreg mellett szereplője ezeknek a listáknak. Itt a Microsoftról szóló utolsó kis diácska, ugye 2013-ban, ha emlékszik valaki, akkor volt az a lengyel kutató, aki ilyen kritikus hibát észlelt a Java pluginekbe, a böngészőkbe, és amikor ugye ezt nyilvánosságra hozta, akkor ilyen Java plugin kikapcsolási lázba égett a világ, ugye cikkezett erről a The Register és mindenki más, és hát azt lehetett tapasztalni, hogyha az ember fogta és kikapcsolta a Firefoxba, Operába, Safariba, Chromeba ezt a Java plugint, akkor az tényleg ki is kapcsolódott, viszont az Internet Explorer esetében látszólag kikapcsoltam, de valójában mégse. És emiatt aztán a CERT az egy külön ilyen workaroundot vagy módszert hozott nyilvánosságra a weblapján, ahol mindenféle ilyen regisztri buherálással lehetett csak elérni, hogy ugye tényleg ki legyen kapcsolva ez a bizonyos plugin. Ez is okozhatott azért sok fertőzést. Jöjjenek akkor további szereplők, ugye itt a Sony rootkit esetét hoztam 2005-ből még. Itt ugye az történt, hogy volt egy audio CD lemez, amit ők egy ilyen rootkites védelemmel láttak el, ami ugye ilyen nagy testvér módra szépen a Sony szerverei felé elsusogta, hogy ki, mikor, milyen IP címmel játszotta le, próbálta másolni ezt a bizonyos lemezt. De hát igazából itt megint csak hogy miért kerülhetett ide, az sokkal inkább az, hogy ez a rootkit ugye csinált egy ilyen láthatatlan könyvtárat az áldozatoknak a gépén, és később aztán hát vírusok is el tudtak bújni ebbe a bizonyos könyvtárba. Ezt egyébként Mark Rusinovics a kis szintnász túljával vette észre ezt az egészet, és akkor ha mondjuk párhuzamba állítjuk, hogy valaki fogja magát, fölmegy a netre, letölti ezeket az MP3-okat mondjuk torrentről, vagy van a másik, aki előveszi a pénztárcáját, fizet érte, megveszi jogtisztán legálisan ezt a CD-t, és akkor annak a gépén egy ekkora ilyen biztonsági részt ütnek,
ugye az ő tudomása nélkül, ahova aztán ugye a vírusok is betelepülhetnek, hát ez egy rettentő gáztörténet. Először tagadták mindezt, aztán utána beismerték, és akkor végül eltávolították, visszavonták ezt a bizonyos CD-t. És akkor essen szó, pár szó az eredendően biztonságos operációs rendszerről is. Itt mögöttem ugye a No Platform is szép felirat található. Ezt a képernyőt, ezt már csak az internet emlékezetéből lehetett előbányászni, a Wayback Machine segítségével. Ugye itt nincsenek vírusok, azért szeretjük a Mac-ünket. Hát nyilvánvaló, tehát azt le kell szögezni, hogy mondjuk a Macintos rendszerre jelenlévő 30 ezer kártevő, az persze lényegesen kisebb, mint mondjuk a 200 milliós Windowsra való, de hát nem nulla a számuk, és hát ezzel azért szembesülni kellett az Apple-nek is. Itt 2012-ben volt azért egy jelentős esemény, amikor ugye ezt a 600 ezer gépet megfertőzte a Flashback botnet egy Java sebezhetőség miatt, és hát kicsit azért ilyen meghasonlás jellegű dolog lehetett, amikor ugye ki kellett adniuk egy ilyen Flashback Malware Removal Tool nevű biztonsági frissítést aztán 2012-ben, sőt a múlt hónapban ugye lehetett olvasni erről a 17 ezer Macintos gépet fertőző, ugye a Reddit-nek a rendszerébe lehetett, vagy a Reddit rendszer a kommentjeiből jöttek ki azok a címek, hogy hol van a CNC szerver. Tehát azért történtek itt események, akkor is, hogyha az lényegesen kevesebb. Emiatt aztán változott ez a marketing üzenet is, és akkor a miért szeretjük a Mac-ünketre az a végleges, ma is olvasható válasz, hogy mert biztonságosra tervezték. És hát ez így is van. Ugye a Mountain Lion óta bevezették a napi frissített biztonsági frissítéseket, akkor itt megint csak ugye zárójelben elmondhatjuk, hogy hát a 2014-ben mondjuk egy ilyen Windows rendszerben a havi egyszeri Patch Tuesday, hát azért az lehet, hogy nem elégséges, zárójelben bezárva, és hát ugyanitt a 10.8-ban lett aztán bevezetve ez a bizonyos Gatekeeper Execution Prevention technológia is, amit ugye, hogyha megnézzük az ábrát, akkor 3-4 év se kellett hozzá, hogy ezt valaki kijátsza. Ugye 2013 májusában megjelent egy olyan trójai, ami hát egy valós, létező developer ID-val rendelkezett, és hát ugye megkerülte ezt a Gatekeeper technológiát. Amit fontos ebből az esetből kihangsúlyozni, hozzátéve azt, hogy természetesen az Apple a legrövidebb időn belül ugye visszavonta ezt az ID-t, hogy a Gatekeeper, amikor ezt a vizsgálatot elvégzi, egyszer a telepítés utáni első futtatáskor csinálja ezt meg. Tehát, hogyha valaki ezt föl van már települve ez a program, hiába vonta vissza a developer ID-t az Apple, hiába húzom be a vészféket, és azt mondom, hogy strictly, és csak az Apple Store-ból telepített programokat fogok ezen túl használni. Ha ez a program már rajta van a gépen, akkor igazából tulajdonképpen csak akkor van esélyem őt blokkolni, hogyha valamilyen antivírus megoldást is használok a gépen. És akkor a gyártók között az utolsó esetet is érdemes felemlíteni, ugye ez az Adobe Reader, hát itt szintén egy kicsit ilyen autóránhoz hasonló, ne sérüljön az a szegény felhasználói élmény, mert hová vezetne ez, ugye akkor, hogyha a JavaScriptek nem lennének engedélyezve a PDF-be, akkor nem lehetne például interaktív űrlapokat létrehozni. Itt ugye itt 2008-ban volt, amikor az első kártékony JavaScript megjelent a PDF fájlokba. Ez egyébként ezek a PDF fájlos dolgok a mai napig élnek. Tehát, hogyha például a New York Times szerkesztőségének a feltörését, ahol ugye 3 hónapig ott voltak a kínaiak, akkor ők is egy ilyen célzott PDF-et küldtek nekik. Megint csak nincs mit kivonni a két dátum között. Amikor én legutóbb megnéztem a legfrissebb verziójú Adobe Reader-be, alapértelmezetten be volt pipálva és engedélyezve volt a JavaScript-nek a futása. Tehát igazából azért ők is hozzátették a magukét, hogy ezek a fertőzések sokáig tartsanak. És akkor próbáljuk meg összefoglalni azt, hogy
miről volt szó. Idáig hát fogalmazhatunk úgy is, hogy akár létrehozhatnánk egy ilyen Darwin-díjszerűséget is, hogy ki mivel járult hozzá, hogy ezek a fertőzések ilyen nagyon sok ideig velünk legyenek. Mi most ugye ezt a versenyt nem akarjuk eldönteni, de fél mondatban megpróbálunk megfogalmazni minden szereplőnek valamilyen jó tanácsot vagy tanulságot. Ugye az alkalmazás és operációs rendszer fejlesztőinek azt lehet mondani, hogy hát egy kicsit gyorsabban kellene az ismert sebezhetőségeknek a javítását elvégezni. Azért itt mellesleg föl van adva nekik a lecke, tehát például az OpenSSL, meg a ShareShock ügyben most azért van mindegyiknek teendője. A felhasználóknak, hogyha üzenni kéne, akkor ugye azt lenne érdemes kihangsúlyozni, hogy a biztonságtudatos hozzáállás és a frissítések mi hamarabbi alkalmazása, a patch management, az legalább annyira fontos pillére a biztonságnak, mint az, hogy antivírust használnak a gépeiken. És hát az antivírus gyártóknak meg tulajdonképpen azt lehetne tanácsolni, hogy hát még jobban erősítsék a nem szignatúra alapú, hanem egyéb proaktív alapon működő védelmüket, mert hát erre szemlátomást égetően szükség van. Hát a rossz fiúknak nem üzenünk semmit, tehát hogyha ők valamit elrontottak, akkor az nekünk nagyon jó így, maradjon minden a régibe, és akkor összefoglalva, miről szólt ez az egész? A hozzáállásról. Tehát a hozzáállás az nagyon fontos. Ennek a megváltozása nélkül nem remélhetjük azt, hogy a jövőbe a biztonsági helyzet jelentősen javuljon, tehát itt minden szereplőnek meg kell szívlelni ezeket a tanulságokat, és hát ugye azon túl, hogy gyorsabban jelenjenek meg ezek a biztonsági frissítések, lehetőleg ezek a bemutatott bakik a jövőbe soha többet ne ismétlődjenek meg, ezeket jó lenne elkerülni, és hogyha idézettel nyitottunk, akkor zárjunk is egy idézettel, az pedig úgy szól, hogy aki nem tanul a saját hibáiból, az arra ítéltetett, hogy újra és újra elkövesse azokat. Hát maradjon mindenki biztonságtudatos. Köszönöm szépen a figyelmet.